Valamennyi találkozón láthattak gólt a nézők a megyei első osztály hatodik fordulójában. Egy mérkőzés végződött sikerrel, a nagyhalász 5 1 nyert baktoló rendházán. Egy meccs lett döntetlen, a nagyecsed nyírmada összecsapás 4 4 zárult. A Máté Szalka kisvárda kettő meccsen egy találat született, ami el is döntött a három pont sorsát a hazaiak javára. A hazai szurkolók örülhettek még ötmes lefújását követően, a nyírgyulaj öt verte a tarpát, a mándok hat egyre a tiszakanyárt, az ibrány négy egyre bizonyult jobbnak a balkánynál, az új fehértó három egyre maradt alul fehérgyarmaton, a vásárosnami pedig hét négyre múlt a felül a rakamaszt. A tabella élén egyetlen 100%-os csapatként a Nyírgyulaj állhat mérkőzésen szerzett 18 ponttal, a listavezetőt az egyaránt 15 pontos Mándok és Ibrány követi. A mezőny végén az egypontos Kemecsét és Nyírmegyes követve, amíg pont nélküli Tiszakanyá zárja a sort. A hétvégén csonka fordulót rendeznek, mivel három megyei első osztályú együttes a Magyar Kupa országos főtáblájának első körében lép pályára. A nagyecsed a Somogy megyei osztálytárs nagybajom csapatát fogadja, Újfehértóra az NB2-es FC Ajka látogat, a Balkány pedig a szintén megyegyes Ajka Kristályhoz utazik. A hetedik fordulóban így a következő meccseket játszák a hétvégén. Nyírmegyes Fehérgyarmat, Tiszakanyár Vásárosnamény, Kemecse Máté Szalka, Tarpa Ibrány, kisvárda 2. Baktalórándháza és Nagyhalász Nyírgyulaj. Az Újfehértó Mándok és a Balkány nagycsed mérkőzés november 24-én pótolják a csapatok.